Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Subzsáner, a Sci-fi könyvek podcastja. Én Ivanics Rieger Klaudia vagyok. Második adásunkkal jelentkezünk, áprilisi témánk pedig nem más, mint Emily St. John Mandel 11-es állomás című posztapokaliptikus regénye, melyet nemrég sorozattá adaptáltak és az HBO-n lehet megtekinteni. Meghívott vendégünk pedig Takás Gábor, a Gabó kiadó szerkesztője, akik a regény kiadásában is felelősek. Üdvözöllek, Gábor! Szia, Klaudia, és üdvözlök mindenkit! Az adást két részre fogjuk osztani. Az első részében szigorúan magáról, csak a regényről fogunk beszélgetni, és majd a második részben térünk rá magára az adaptációra, a sorozatra. Viszont mindenkinek, aki akár, tehát nem is olvasta a regényt, meg nem is látta a sorozatot, azt előre figyelmeztettem, hogy spoiler veszély az előfordulhat, mert azért a történetbe itt-ott bele fogunk menni, úgyhogy hát nem fogunk előre szólni, hogy spoilerezünk, tehát mindenki úgy nézze meg ezt az adást, meg úgy általában a szubzsánert, hogy bizony-bizony spoileres tartalom következik. No, kezdjük akkor magával a regénnyel. Én ezt mindjárt el is mondom előzetesen, hogy amikor ez megjelent, ez a regény 2016-ban Magyarországon, én ezt akkor meg is vettem. Nagyon szeretem, és tényleg nekem egy nagy kedvenc regényem. Ugye maga a regény az női szerző műve, hát ugye nyilván a zsáner az sci-fi, mi más lenne. És hát ugye azért itt a női szerzőkről a sci-fi univerzumán belül, akár a magyar, akár a külföldi érában, hát még mindig azt kell mondanunk, hogy azért a sci-fi írás az egy férfias terep, és talán a női szerzőknek a megítélése sem feltétlenül túl pozitív. Gábor, te mit gondolsz erről? Abban igazat kell adnom, hogy ha az piacot, meg az összifit nézzük, akkor valóban férfiak azok túlsúlyban vannak. Ennek történeti okai vannak, hogy nyilván többet írtak férfiak, nagyobb publikálási lehetőséget kaptak, a szerkesztők nagy része is férfi volt, tehát hogy volt egy ilyen nem azt mondom, hogy előszűrés, meg ez nem tudatos előszűrés volt, egyszerűen erről van szó, ugyanúgy, mint ahogy most beszélhetünk arról, hogy a matematika oktatásban hogyan veszik el a lányok kedvét attól, hogy foglalkozzanak matematikával, annak ellenére, hogy nincs igazán különbség között, hogy most mennyire tud matematikát megtanulni egy kislány vagy egy kisfiú. Ez a nemi eltolódás, ez igazából már azért eléggé megváltozott, tehát azért az angol száz közegben azért már elég sok neves, és gyakorlatilag mindenféle a zsenerben alkotó szerző van, akárcsak a magyarul megjelent szerzőkre gondolunk, Ellecki, Arkady Martin, Charlie Jane Anders, ugye N.K. Jemisin, ő is írt science fiction, de nagyon sok. A Tamsin Muirnak, ugye space fantasy-t írt, tehát ez is valahol egy ilyen határterület, ugye elég sok női szerző van ebben a zsenerben is. Itthon még azért az olvasók, a férfi olvasók egy része azért még kicsit ockodik tőle, de én azt látom, hogy egyre nyitottabb a közösség, a közeg, egyre többen teszik félre azt az elgondolásukat, hogy most ha egy nő írt valamit, akkor az milyen lehet. Igazából nagyon sok olyan olvasóval találkozni az interneten, aki azt mondja, hogy amúgy nem érdekli, hogy egy adott műnek a szerzője nő vagy férfi. Úgyhogy igazából ami meghatározó itthon, hogy mennyi női és mennyi férfi szerző műve jelenik meg. Ebben a szempontból még azért van hova fejlődni a magyar piacon.
Igen, tehát ahogy ugye mondtuk is, azért még mindig a férfiak uralják a terepet, főleg a magyar viszonyok között. Ugye nyilván, ha női szerző, akkor szinte nem meglepő, hogy a főszereplő is nő, habár ugye ez azért nem, hogy mondjam, nem elvárás, mert olvastam én már kortárs sci-fi férfi írótól női főszereplős regényt, vagy éppen női írótól férfi főszereplős regényt, tehát azért ez nem egy olyan dolog, hogy most akkor, ha női író, akkor női a főszereplő. A következő kérdésem az lenne, hogy ugye ebben az esetben, hogyha akár nő az író, vagy akár nő a főszereplő, az szerinted a sci-fibe mennyire vonzza be a női olvasókat? Az utóbbi években azt mondanám, hogy azért valamennyire bevonza. Ez nagyon sokat köszönhet annak, hogy a young adult irodalom itthon nagyon elterjedt, az elmúlt 10-15 évben volt ugye ez a nagy boom, és nagyon sok új olvasót értek el a fantasztikus művek. Igaz, hogy ezek nagy része alapvetően romantikus, vagy románc, vagy ifjúsági témákra helyezték a hangsúlyt, de mégis megvoltak bennük, hogy a fantasy, meg a science fiction elemek is, természetfeletti lények, űrhajók, űrcsaták, stb. És ez kicsit oldotta a női olvasókban azt, hogy amit ugye belejük plántált a társadalmi, meg az irodalmi elvárás, hogy hát te nő vagy, és hogy a sci-fi az bonyolult, és te ezt nem fogod érteni, és te ne is próbálkozzál vele. Volt egy ilyen elrettentés szerintem, véleményem szerint a magyar közegben a női olvasók felé, és ez így szépen lassan lemállott. És egyre több olyan új olvasó van, aki nem is biztos egyébként, hogy a ilyen vagy az ifjúsági irodalom felől közelít, de hogy sokkal bátrabban nyúl már a science fiction regényekhez, mert azt látja maga körül, vagy azt látja a hozzá hasonló olvasókban, hogy az ő véleményükön, akár a Mojon, a Goodreads-en, a vlogokon, hogy nem annyira ördögtől való science fiction-t olvasni, nem bonyolult egyáltalán, nem arról van szó, hogy miért neki diplomával kell rendelkezni. Igen, amúgy egy érdekes, ahogy most erről beszélünk, nekem beugrott egy emlék, ami egészen eddig, valószínűleg mivel elég traumatikusan ért, egészen eddig szunnyadt bennem valahol mélyen. Valamilyen skifit olvastam ilyen 15 éves koromban, most már meg nem mondom, hogy mi volt az, de azt tudom, hogy nem young adult, tehát nem kifejezetten az én korosztályomnak való, és egy idősebb srác meglátta a kezemben, és kiröhögött, és valahogy így azt mondta, hogy azt neked nem kéne olvasnod, vagy valami ilyesmi, és ugye ez elég negatívan hatott rám, persze aztán én nekem elég nagy szám volt már akkor is, tehát valamit biztosan beszóltam neki, és annyira nem zavart ez a vélemény, de az agyam jó mélyre elásta, tehát azért tudat alatt biztos, hogy valahogy mégiscsak hatással volt rám. Szóval igen, tehát tudom, hogy milyen érzés az, amikor esetleg egy nőt emiatt mondjuk kinéznek egy rajongói körből. Ezzel is azért elég sokszor találkoztam már. Na, a következő kérdésem az lenne, ugye te olvastad, illetve újra is olvastad a könyvet, és akkor hát te, mint férfi, tudsz-e azonosulni, vagy mennyire tudsz azonosulni a női főszereplővel? Erre a kérdésre igazából csak azt tudom mondani, hogy az empátia az olvasásnak egy nagyon fontos része. Tehát, hogy az olvasás arról szól, véleményem szerint, nyilván azon túl, hogy kikapcsolódjunk, hogy belehelyezkedünk az adott történetbe, akárcsak nyilván van ennek különböző részei, most a szereplőknek a gondolkodásában, vagy abban a nézet, azokban a témákban, amiket felvett egy könyv, stb. És felől a teljesen mindegy, hogy most a szereplő ez egy férfi, a szereplő vagy nő, és azt szokták mondani, hogy egyébként a sci-fi, tehát hogy robotok vannak benne, meg idegen lények, meg nem tudom, mesterséges intelligenciák, és az ő nézőpontjukat is meg tudják mutatni a regények, és ha az ember képes, hogy is mondjam, csak együtt érezni egy idegen lényel, akkor hát az a minimum, hogy együtt tud érezni egy nővel, aki már sokkal közelebb áll hozzá, mint egy csápos idegen lény. Úgyhogy nekem nem szokott ebből problémám lenni, és úgy gondolom, hogy egyébként az olvasók nagy részének sem. Tehát, hogy az, hogy egy főszereplő nő, az alapvetően bizonyos dolgokat megváltoztat a nézőpontban,
de nem olyan mértékben, hogy ne lehessen vele akár csak a problémáit megérteni, akár csak a nézőpontját megérteni, még akkor sem, hogyha azt mondjuk, hogy nem e per egyben íródott a mű, vagy nem ennyire szűk fókuszú a narráció, hogy mindent az ő szemén keresztül, az a főszereplő szemén keresztül látunk, ugye ebben a könyvben is több női szereplő van, de vannak férfi szereplők is, és igazából én nem éreztem különbséget a között, hogy az írónő melyiküket helyezni előtérbe, melyikük lenne az, aki így fókuszáltan központi figura, jó, nyilván van egy-kettő, de alapvetően több szereplője van. Úgyhogy szerintem ez nem kell, hogy probléma legyen. Nyilván az, hogy most kihez mi áll közelebb, az már a saját szíve joga, de ez nem attól függ, hogy az adott karakternek milyen neme van, vagy milyen a nemi identitása. Igen. Én mondjuk, jó, persze ez ugye egyéni vélemény, tehát én nekem mondjuk sokat segít az, hogyha női főszereplő van, én jobban együtt tudok vele érezni, vagy jobban be tudom magamat élni akkor a szerepbe, ha be tudom magamat élni a szerepbe, mert különben volt már nem is egy olyan, ez főleg young adult könyvek, de felnőttebb verzió is, ahol hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy annyira nem tudok azonosulni egy-egy döntésével a női karakternek, hogy legszívesebben a saját könyvével verném pofán, hogy már megint milyen hülyeséget csinál. Itt szerintem is inkább az a kérdés, hogy egyáltalán, hogy tudunk-e azonosulni azzal a karakterrel, akit az író felvázol, függetlenül attól, hogy milyen nemű vagy, fajú vagy akármi. És ugye, ahogy rámutattál, valóban azért ebben a könyvben azért ez egy több szereplős, illetve majd, ahogy még vissza fogunk rá térni, többféle idővonalon játszódó, és ugye az idővonalak között ugráló könyv lesz. Én amúgy nagyon jól azonosulni tudtam hát most nem tudom, igazából annyira nekem nem jó az angolom, úgyhogy én Kirstennek ejtem a főszereplőnek a nevét, remélem, hogy eltaláltam. Igen, szuper, örülök neki. Tehát én nagyon jól tudtam vele azonosulni. Na, akkor térjünk is át a második nagy témára, illetve... Hát ez még félig egy ilyen átvezetés lesz a két téma között, ami pontosan nem más, mint a regénynek ugye a műfaja, az alműfaja, ami ugye egy posztapokaliptikus regény, hát ugye ráadásul az apokalipszist egy ilyen influenza-szerű vírusjárvány idézi elő, és egyrészt ugye nyilván az időbeli visszatekintéseken keresztül láthatjuk magát a járványt is, ahogyan végig tombol az egész világban. Ugye találkozhatunk, most már mindenki tisztában van ezekkel a vírusos fogalmakkal, ugye megismerhetjük az úgynevezett nulladik pácienst, akin ugye először a járvány megfigyelhető lesz, ugye ez a színházi színész, ez az idős színész. Nem ő volt, akkor erre rosszul emlékszik. Én már igen olvastam a könyvet. Javítsák, légy szíves. Egy fiatal tínédzser lányról beszélnek, aki egy orosz Moszkvából érkező repülőgépen, tehát repülővel érkezik Torontóba Moszkvából, és ő az első, akit bevisznek az ottani kórházba, és nála igazolják a grúznát, ha nevű influenza vírust, ugye, akiről te beszélsz, az Arthur Leander, ő szívrohamot kap. Ah, valóban. Na, látszik, hogy már régebben olvastam a könyvet. Igen, köszönöm szépen. Jó, igen. Na, ugye grúznát, ha milyen jó elnevezések vannak, és hát ugye persze repülővel, hát mivel mással, ugye ezt is most már nagyon jól tudjuk, hogy itt hogyan terjed a vírus. Na, de ugye maga a regény már, ugye mondtuk, hogy ez egy 2016-os regény, tehát ugye még bőven a Covid előtt íródott, sőt, ugye az eredeti kiadása az ugye 2014-ben adták ki eredeti nyelven. Úgyhogy most ugye megint csak azt mondom, hogy aki egy picit is az elmúlt két évben a járvány kutatásba, vagy akár a járványok történelmébe beleásta magát, az biztos, hogy találkozott a spanyolnáthával, és ugye amikor a spanyolnáthát leírták, akkor az egyik leíró tudós azt nyilatkozta, hogy hasonló globális vírus, ami több ember halálához vezet,
az 100 éven belül újra fel fog tűnni. Ugye nyilván ezt egy hozzáértő személy teljesen jól ki tudta következtetni, és ugye így is lett, mert sajnos ugye megkaptuk a nyakunkba a Covidot. Én azt gondolom, hogy az írónő, mivel általában a szerzők kutató munkát végeznek, ennek utána olvasott, és azt gondolom, hogy ő tudatosan építette így fel a regényt, tehát hogy itt komoly kutató munka áll mögötte. Te erről mit gondolsz? Hát mindenképpen, tehát hogy azért nem lehet úgy neki kezdeni egy könyvet írni, akármilyen témában, hogy nem olvas utána az ember. Nagyon jól látszik, hogy sokat foglalkozott, hogy legalább áttekintette azt, hogy milyen fázisai vannak a vírusok terjedésének, hogyan működnek ezek a dolgok, és végig gondolta azt, hogy egyébként milyen következményei lehetnek annak, hogyha kitörne egy ilyen volumenű járvány, akkor az hogyan is történne. Igen, hát szegény persze nem gondolta, hogy aztán 4, vagyis 6 évre rá, miután ugye a regényét kiadják, aztán tényleg kitör egy ilyen járvány, szegény írónő ráhibázott. Na de ugye az a kérdés, hogy hát pláne, hogy most itt a covidos időszak alatt lett ugye megfilmesítve a regénynek a témája, hogy ilyen járványos időszakban kell-e nekünk ilyen könyv, tehát akarunk-e ilyenről olvasni, vagy inkább éppen elmenekülnénk egy olyan világba, ahol meg nincsenek járványok. Te mit gondolsz erről? Kell-e nekünk ilyen? Ez egy érdekes kérdés. Szerintem ugye választjuk ketté a covidos időszakot. Ugye volt az elején a 2020 első fél éve körülbelül, amikor még nagyon keveset lehetett tudni erről a fertőzésről, nagyon keveset lehetett tudni arról, hogy mennyire lesz veszélyes, mennyire terjed, az emberekben hirtelen pánik lett úrrá, és hát én például olvasni sem tudtam. Tehát, hogy nekem nem volt meg a koncentrációkészségem, annyira zúdult rám mindenfelől a hír, meg maga ez az egész stresszfaktor, ugye állandó bizonytalanság, az nem tesz jót az embernek. És azt gondolom, hogy ebben az időszakban az emberek alapvetően olyasmivel szerettek foglalkozni, tehát nyilván két véglet volt, aki teljesen belemerült a hírekbe, meg belemerült abba, hogy most akkor napi adatok vannak, és van olyan ismerősöm, aki tényleg teljesen belecsavarodott abba, hogy folyamatosan kattintotta a különféle ilyen világegészségügyi szervezet honlapokat, és stb. És voltak olyanok, akik próbáltak olyasmivel foglalkozni, ami kicsit eltereli a figyelmüket ettől. Voltak, ugye, akkor kezdődött az, hogy új hobbikat kezdtek el az emberek, új dolgokkal kezdtek el foglalkozni, és ennek kapcsán én úgy gondolom, hogy sokan olyan könyveket is olvastak, amik kevésbé a realizmussal, kevésbé azokkal a problémákkal és témákkal foglalkoztak, amik egyébként nap mint nap szembe jöttek, vagy szembe jönnek velük. Ebből a szempontból el tudom képzelni, hogy a járvánnyal foglalkozó könyveknek kicsit visszaesett a piaca, holott igazából, ha most éppen én is belegondolok közben, hogy bizonyos könyvek azért pont amiatt, hogy megjósolták, vagy hasonló témákkal foglalkoztak, viszont megnőtt az eladásuk. Akárcsak arra gondolunk, hogy a Albert Camus-től a Pest is, az például nagyon fölfutott az eladása, vagy a Decameronnak, ugye ezeknek a klasszikusoknak. Úgyhogy itt is szerintem ketté vált nagyon, hogy ki mit olvasott. Ennek a könyvnek felfutott az eladás? Erre van valami statisztikátok? Vagy rálátsz te erre? Hát tudni kell a könyvkiadásról, hogyha az ember kiad egy könyvet, akkor utána limitált ideig forgalmazza, vagy legalábbis limitált ideig tart, amíg úgy gondolja, hogy most újra nyomja. Hát 2016-ban adtuk ki, 2021-ben volt az időszak, 21-22-ben volt az időszak, amikor meg kellett újítani, és megújítottuk, mert akkor már lehetett tudni, hogy lesz belőle sorozat. Alapvetően a könyveknek a legtöbb példányát az első egy évben adják el. Emiatt, mivel a magyar piacon nem olyan nagyok a példányszámok, emiatt viszonylag kevés példányát rendelkezésre ebből a könyvből, és nem igazán tudnánk megmondani, én kérdeztem a munkatársaimat, akik jobban rálettek erre, nem igazán tudnánk megmondani, hogy most amúgy fölfutott az érdeklődés. Az nyilván meg lehetne nézni, hogy például a olyan az olvasások ideje hogyan alakult, könyvtárból esetleg valaki
kivették-e többen kölcsönkönyvben az elkönyvet, hogy töltötték le, vagy akár csak olyanok voltak, akik megvették 16-17 környékén, és félrerakták a polcukra. Mert ugye hát nyilván az ember könyvespolcának a fele, több mint a fele olyan könyvekből áll, amiket nem olvasott, hiszen anélkül nincs értelme könyvespolcot tartani. Úgyhogy erre nem tudnék neked választ adni. De ez már így nagyon kimerítő volt. Na és akkor most menjünk bele ténylegesen a második nagy témánkba, ami pedig maga a sorozat lesz. Nekem az első kérdésem az lenne hozzád, hogy most még így függetlenül attól, hogy most láttad, vagy láttál belőle részeket, hogy milyen kritikákat hallottál magáról a sorozatról? Alapvetően pozitív kritikákat láttam, ugye az IMDb-n 7,7 környékén áll most, ami egy viszonylag jó pontszám, tehát hogy nem 6-tól lefele, ami már ez az átlag. Azt sok kritika kiemeli, magyar kritikák kiemelik, hogy teljesen más, mint azok a posztapokaliptikus sorozatok, amiket megszoktunk. Ugye rengeteg volt a Walking Dead-től kezdve, tényleg nagyon sok volt egy időszak, amikor topzódtunk az ilyen műfajú sorozatokban a filmekben. De a kritikák nagy része egyetért abban, hogy máshová helyezi a hangsúlyokat a sorozat, mint ahova általában szokták. Hogy ez egy sokkal személyesebb jellegű sorozat, sokkal karakterközpontúbb, és ami egyébként látszik is a minősége olyan szempontból, hogy sokkal filmszerűbb, nagyon szépen van fényképezve, a díszlet nagyon, nagyon jól eltalált, és nagyon jól instruáltak a színészek. Az egész mind 10 részes sorozat, olyan, mintha egy ugye 45 percesek a részek, másfél, három, hat, mintha egy 6 órás filmet néznénk. Értem. Mit gondolsz, különben ugye most elég sok könyvet adaptáltak, akár filmi, akár sorozattá, kellenek-e az adaptációk? Az adaptációk mindig kellenek, azt nagyon sokszor elfelejtik az emberek, hogy az adaptáció, akár film, akár sorozat, akár színdarab, az mindig más. Tehát, hogy van egy alapanyagunk, a jelen esetben ugye ez a könyv, de azt, hogy hogyan dolgozza fel ezt egy rendező, meg egy stúdió, az teljesen rájuk van bízva, és akkor jó egy adaptáció, hogyha más a hozzáad, ha nem csak szolgai módon felmondja azt, ami le van írva egy könyvben. És ebből a szempontból én mindig érdeklődve figyelem az adaptációkat, mert mindig kíváncsi vagyok arra, hogy az adott készítő, rendező, forgatókönyvíró mit fog meg az adott műben, mit vesz ki, mit alakít át, hogyan dolgozza fel saját szemszöge alapján, mit akar elmondani azzal az adaptációval, amit ő készít. Ilyen szempontból én az adaptációkat mindenképpen egy fontos dolognak tartom, azon túl, hogy nyilván oda-vissza hatnak, hogy ha van egy könyv, abból készül egy sorozat vagy film, akkor a könyv rajongói megnézik az adott adaptációt, vagy fordítva, sokszor van, hogy az adaptáció után az emberek előveszik az eredetit. Úgyhogy ebből a szempontból én szerintem ez egy jó dolog. Igen, sőt, én azt gondolom, hogy egy adaptáció akkor is lehet jó, hogyha magára az eredeti regényre nem annyira hasonlít, mondjuk fogalmazzunk így, és kezelhető teljesen önálló műként, de mégis tudjuk azt, hogy azért annak a regénynek a világát dolgozta fel. Mondok egy példát, szerintem talán te is ismered, ugye a Piknik az árokparton, alias Stalkernek az eredeti szovjet film adaptációja, amit ugye nyilván azért nem tudtak szó szerint a regényt akkor adaptálni, mert még nem volt meg az a technológia, illetve ugye a Szovjetunióban voltunk, de mégis magát a filmet imádom, és nagyon jó. Tehát azért mondom, hogy azért vannak tehát lehet az adaptációt úgy megcsinálni, hogy még ha nem is hű teljesen az adott műhöz, azért lehet jó, és kezelhetjük önállóan. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Mi a véleményed magáról a sorozatról? Tehát mondjuk egy kritikát, ha megfogalmaznál.
a filmszerűség, ezt amit már mondtam, hogy nagyon szép. Tehát, hogy nagyon jól van fényképezve, nagyon jók a beállítások, nagyon jók a kameraállások, nagyon festő, sokszor nagyon festői a látkép. Nagyon jól mutat a képernyőn a természet által benőtt, átalakított, épített környezet. Én ezt egyébként is nagyon szeretem, ha már ugye említetted a Stalkert, a Tarkovszkijnak ez egy nagyon komoly védjegye, akárcsak a Stalkerben, akárcsak a Solarisban, ez a természet és az épített környezetnek a kapcsolata. A színészi játék is egyébként véleményem szerint nagyon jó, szerintem jó a casting, talán az Arthur az, aki nekem kicsit kilóg, ő az, aki kevésbé tudtam, de nem ilyennek képzeltem volna, megmondom őszintén, egy kicsit visszafogottabbnak, vagy hogy is mondjam, de egyébként a színészi játék is jó, szerintem jól adaptálták, jól ültették át azokat a konfliktusokat, vagy azokat a kérdéseket, amiket a regény megfogalmaz. A regénynek van ez a oda-visszaugráló narrációja, hogy akár egybekezdésen belül is előre és visszautal a történet adott pontján a különböző eseményekre, vagy egy-egy karakternek az életútjára. Ezt a sorozat flashbackekkel, beszűrődő hangokkal, bevillanó képekkel oldja meg. Ugye van egy jellegzetes a Pilotban elég sokszor előforduló megoldás, hogy látunk egy sikátort, akár egy metró pályaudvart, és hirtelen átvált arra, hogy néz ki 20 évvel később. Tehát, hogy ezek a megoldások szerintem nagyon jó benne. Én hallottam olyan véleményeket, illetve olvastam olyan véleményeket a nézőktől, tehát ezek nem kritikusok véleménye, hanem tényleg aki leült és megnézte. Hozzáteszem, azt nem tudom, hogy ezek a vélemények olyanoktól származnak, akik a könyvet is olvasták-e. Egyre inkább azt gondolom, hogy nem. Tehát az volt maga a vélemény, hogy ostobán és rosszul építkezik. És én pont erre gondoltam, hogy szerintem pont azok fogalmazták ezt meg, akik nem voltak arra felkészülve, nem olvasták a könyvet, és nem voltak arra felkészülve, hogy ez a regény, és akkor ugye maga a sorozat is, ugrál az időben. És ugye nyilván ezt sajnos nem mindenki tudja értelmezni. Őszinte leszek, amikor elkezdtem olvasni a regényt, akkor először nekem is nagyon furcsa volt, hogy tényleg egy bekezdésről a másikra ugrottunk egyet az időben, utána elég hamar hozzászoktam, de sajnos olvastam ilyen kritikákat, és hát volt egy nagy kedvencem, aki azt írta, hogy 7 percig volt képes nézni a filmet, megállapította, hogy ostoba, és utána lekapcsolta. Hát mondom, jó, 7 perc alatt azért én nem állapítanék meg egy filmből semmit, mert az körülbelül nullának számít az a 7 perc. Te mit gondolsz erről? Szerinted is ezek a kritikák amiatt születtek, mert nem értik az időbeli ugrálást? Hogy is mondjam? Eleve nem lehet megítélni egy ilyen sorozatot az első epizód alapján, vagy akár csak a második epizód alapján, különösen azért, mert már látszik az elején, hogy itt több különböző idősík van, olyan szereplők, akik bukkannak fel, akik nem szerepelnek a különböző idősíkokban. Mondok pár példát, hogy ott van a próféta, aki az elején nem tudjuk, hogy kicsoda, csak annyit látunk, hogy van egy furcsa figura, akivel találkozik az utazó szimfónia, ugye a vándorszínészek, és csak annyit látunk, hogy furcsa. És nem tudjuk, hogy miért kapcsolódik ő ide. Van egy elejtett mondat, ahol kezd derengeni a Kirstennek, hogy lehet, hogy itt valami kapcsolódás van, de nem tudjuk, hogy mi. Ugyanígy a múltbéli jelenetben ott van a Miranda. A Mirandáról is ugye nagyon sokáig nem tudjuk, hogy ő most akkor hogy kapcsolódik ide, miért nézzük őt. Az Arthurnak az egész életútja, meg a különböző szereplők, akik Arthur mellett felbukkannak. Ugye az ő történet szálukat látjuk folyamatosan, de nagyon szétdarabolva. És emiatt nehéz összerakni, hogy most akkor az adott epizódban látott jelenetek, azok nem is biztos, hogy kapcsolódnak egymáshoz abban az adott epizódban. Lehet, hogy csak 2-3 epizód múlva értjük meg, hogy ja, ő volt az, akit akkor láttunk, és aki akkor csinálta, amit csinált. És emiatt gondolom azt, hogy ma már talán hozzá kényelmesedett ahhoz a sorozatnéző, hogy az nem nagy újdonság, hogy egy sorozatnak egy egész évadon átívelő története van, vagy hogy olyan rejtélyek vannak benne, amik majd később állnak össze. Viszont az talán újdonság ebből a szempontból, hogy ennyire szét van töredezve maga a sorozat, maga a történet, mert azért van egy története
sőt, két története is van. Az egyik történet az Arthur története, a másik történet pedig a Kirsten története. És ugye ez a két történet fonódik össze, de nem úgy, nem a klasszikus módon, hogy majd a végén összeérnek, hanem már az elején látjuk, hogy igen, ennek a két embernek köze volt egymáshoz, és hatottak egymásra, és nem tudom. Úgyhogy nagyon hosszú voltam, meg nagyon el is kanyarodtam szerintem onnan, ahonnan elkezdtem, de hogy véleményem szerint hagyni kell időt a sorozatnak. Az biztos, hogy sokkal nehezebb befogadni, mint a könyvet, mert a könyvnek megvan az a lehetősége, hogy a narrációban elmondjon nagyon sok mindent. Tehát sokkal könnyebben tud összesimítani a filmnek, vagy a sorozatnak, ezt vizuálisan kell nagyon sokszor megtennie, ami idegesítheti az embert, akit mondjuk zavar, hogy lát egy sikító kislányt, és utána epizódokig nem tudja, hogy de miért sikított, mi volt az oka. De hogy pont ezek a fajta ilyen rejtélyek azok, amik szerintem jól működtetik a sorozatot epizódról epizódra. Igen, talán meg abban, amit mondtál, két dolog is benne van. Az egyik az az, hogy már a sci-fi nézők is elkényelmesedtek, tehát már tényleg már azt szereti az ember, hogyha kvázi minden szinte a szájába van rágva, és neki nem kell gondolkodnia, holott azért ugye a sci-fi az pont, hogy nem erről szól. A másik talán az, ami ugye a Dűne film kapcsán is el lett mondva sokszor, hogy ugye a Dűne film is olyan embereknek készült, akik olvasták a könyvet, és az, aki nem olvast, az nem biztos, hogy meg fogja úgy érteni, mert nincs annyira jól megmagyarázva a történet, tehát tényleg rá van bízva azokra, hogy igen, ezt olvasta, tudod, hogy ez melyik karakter, de nem magyarázzuk meg a filmben, hogy ez pontosan ki, mert te úgy is tudod, hogy kicsoda. És hogy talán ennél a 11-es állomásnál is ez van, hogy inkább azoknak készítették, akik olvasták a könyvet, és tudják, hogy az a jelenet az azért van, mert a könyvben az ott úgy volt. Erről mit gondolsz? Nem akarok itt nagyon belemenni a Dűnébe, ugye én a Dűnével foglalkozom a könyvkiadóban. Azért a Dűnében szerintem jobban megoldották ezt a problémát, szerintem nagyon jól apró utalásokból, meg apró dolgokból nagyon jól elmondták, de ugye a Dűne egy lineáris történetet mond el. Elkezdődik a sztori, és végigmegy. Oké, hogy vannak benne előre utalások, a pokolnak a látomásai, de hogy egyébként egy olyan sztori, ami az elejétől a végéig tart folyamatosan, nincs megszakítva flashbackekkel, meg stb. Míg mondjuk a 11-es állomás eleve arról épít, hogy van egy időpont, az Arthurnak a halála, az első jelenet, ugye ez a könyvben is az az első jelenet, mert a sorozatban is, és ahhoz képest előre 20 évet látunk, meg visszafele is látunk 15 évet. Ugye 2020-ban játszódik a sorozat, amúgy 2020 januárjában kezdték el forgatni a sorozatot is, még mielőtt a Covid egyáltalán beindult volna, és 2005-ig megy vissza, és ugye 2040-ig az apokalipszis után 20 évvel megy előre, és e között váltakozik is. Emiatt sokkal nehezebb követni, sokkal nehezebb észrevenni azokat az elszórt elemeket, akár csak egy apró tetoválást a Kirsten karján, akár csak egy apró mondatot, amit nem biztos, hogy észreveszünk. Tehát lehet, hogy a könyv jobban ki tudja emelni. Például, amikor a 11-es állomás képregényből idéznek a szereplők, az ugye jobban átjön a könyvben, mert jobban ki tudja emelni az írónő, még mondjuk a sorozat néző az lehet, hogy ül, nézi a történetet, és egyszerűen csak elsiklik felette. Jobban oda kell figyelni, jobb odafigyelést kíván. Ezért nem szeretném azt mondani, hogy a nézők buták, vagy a nézők nincsenek ezt hozzászokva, hanem egyszerűen csak ez nem az a sorozat, amit, hogy is mondjam, ez nem a Netflixen chill sorozat, ez nyilván a HBO, de hogy egyébként ez nem az a sorozat, amit háttérzajnak bekapcsol. Ez nem egy átlagos péntek esti valami, hanem itt tényleg oda kell figyelni. De hogyha az ember odafigyel, akkor szerintem meghálálja ez a sorozat. Igen. Na most két dolog jutott eszembe, az egyik, ami akkor most egy utaljunk vissza arra, amit beszéltünk még ugye a regénynek a történetéről, illetve a témájáról, hogy posztapokaliptikus, és tényleg most esett le, ahogy mondtad, hogy maga a regénynek az idővonala, ugye
hát most nevezzük úgy, hogy a Kirstennek a felnőttkori életeseményei az úgy 2020-ban játszódnak, tehát akkor ezek szerint tényleg jól ráhibázott az írónő a 2020-as járványra. Ugye a könyvben nincsen nevesítve az időpont. Nyilván. Mondhatjuk azt, igazából ez az évszám az esetben a sorozatnak a... Igen, itt a sorozatra nem voltam egyértelmű, vagy egyértelmű, sorozatra gondoltam én is. Ez a sorozatban megjelenő 2020-as időpont, most annak ellenére, hogy ugye még a Covid előtt kezdték el forgatni, ez szerinted mennyire a Covidra reflektál, vagy ezt tényleg csak ráhibáztak? Hogy a filmben ugye 2020-ban, amikor forgatták, ugye azt mondták, hogy mi 2020-ban forgatjuk ezt a sorozatot, igen, akkor kezdődjünk 2020-ban, akkor törjön ki a járvány. Amikor leállították a forgatást, én úgy tudom, hogy még viszonylag kevés volt meg leforgatva, nyilván a forgatókönyv megvolt, és biztos, hogy bele ültettek apró elemeket. Ugye látunk a kórházakban például a maszkban dolgozó emberek, és az, hogy rájuk szól a Jeevannek a nővére, az orvos nő, hogy mondd meg nekik, hogy mindenképpen legyen rajtuk a maszk, mert hogy az emberek nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy maszkot kell hordani, és ugye Európában is nagyon sokszor hallottuk a Covid elején, hogy az emberek nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy maszkot kell hordani, még mondjuk Ázsiában ez egy mindennapos dolog, vagy a jelenet, amikor bemennek az éjjel-nappaliba, és felvásárolják a készletet. Tehát ezek biztosan, hogy azért kerültek, vagy legalábbis komolyan reflektálnak, vagy komolyan merítettek abból a tapasztalatból, ami az embereket érte 2020-ban. Na, nagyon jó. Bár már valamennyire beszéltünk erről a témáról, azért még megkérdezem tőled, röviden és tömören, hogy szerinted lehet-e egy könyvet jól adaptálni? Hát rosszul nyilván lehet. Igen, és többféle jó adaptáció van. Van, ha most azt nézzük, hogy vannak a Gyűrűk urához hasonló adaptációk, amik nagyjából követik a könyvet, nagyjából követik a szöveget, mondatról mondatra, nyilván ahol kell alakítanak, ahol kell lecsippentenek, beraknak, vagy a Dűne is például egy ilyen, hogy nagyon sok minden szóról szóra benne van, viszont vannak olyan dolgok, amiket vizuálisan vagy máshogy kell megoldani, más párbeszédekkel, és azt úgy megoldják. Vannak azok az adaptációk, amik például ugye az említett Stalker, vagy Ridley Scottnak a Blade Runner-je, hogyha már sci-fi-ről beszélünk, ami fogja az alapanyagát, fogja az alaptémáit, és vagy új témákkal egészíti ki, és valahogy teljesen máshogy, más történetet kerekít mellé, vagy azokat a témákat, amiket ez fölvet, azokat dolgozza át máshogy. És vannak azok az adaptációk, amik tényleg csak azt mondják, hogy hát igen, van egy, mondok egy nagyon banális példát, ott van a Hamlet és az Oroszlán király, ha már ugye Shakespeare-ről beszélünk, ugye nekem például nagy reveláció volt pár évvel ezelőtt, hogy az Oroszlán király ez a Hamlet. Csak itt vannak benne éneklő állatok, meg oroszlánok a főhősök, tehát hogy teljesen máshogy át lehet. Tehát hogy az adaptáció nagyon sokféleképpen lehet jó. Az a lényeg, hogy tisztelje az alapanyagát, vagy ha nem is tiszteli, de hogy azt, amit átvesz, azt igyekezzen jó integrálni abban, amit ő el szeretne mondani, és egyszerűen legyen jó alkotás. Tehát általában, hogyha egy film jó, akkor ritkán mondják azt, hogy ez egy rossz adaptáció, mert nem úgy van benne az, meg nem tudom. Ha jól működik maga a film, akkor az emberek hajlamosak elnézni azt, hogy tér el az eredetitől. Nyilván, ha egy rossz filmről van, az lehet szöveghű adaptáció, attól az még egy rossz film, és akkor jön az, hogy ez egy rossz adaptáció. Te találkoztál már olyannal, hogy a könyv volt rossz, és az adaptáció volt nagyon jó? Igen, nem tudnék most hirtelen fölemlegetni ilyen példát, de hogy van nagyon sok olyan történetet tudunk, amikor egy közepes vagy kevésbé ismert műből adaptálnak egy viszonylag markáns és olyan filmet vagy sorozatot, ami nagyon nagy sikerű lesz. Ott van például az én egyik személyes kedvencem, a Nicholas Winding Refnnek a
Drive Gáz, nem vagyok ez a csodás címe van, ez egy Ryan Gosling film 2011-ből, és ez is egy regényből készült, egy teljesen, itthon teljesen ismeretlen, amúgy Amerikában sem nagy kultusszal rendelkező könyv, de maga a film az nagy kritikai siker lett. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy van egy rendező, vagy egy forgatókönyvíró, akinek valamiért tetszik, valami megtetszik egy adott műben, ami annyira nem ismert. De az az alap, ami neki bekattan, azt ő mindenképpen meg akarja csinálni. Úgyhogy inkább ilyennel találkoztam. Én is találkoztam, pont ezért kérdeztem, nem tudom, hogy ismered-e. Én a filmet tudom mondani, mert igazából nem tudom, hogy a regénynek a címe az elvileg ugyanez, de hogy most lefordították-e magyarra. A film, ez a Netflixen debütált, tehát kapásból arra csinálták, és pont akkor, amikor a Netflix bejött, Annihilation, Natalie Portman. Megvan? Na, én annál tudom azt, hogy a regény az, persze nyilván nem is ismert, de hogy elvileg elég rosszul is van megírva, több ismerősöm is olvasta, én pont azért nem olvastam, mert nagyon-nagyon rosszak róla az olvasói vélemények, és mindenki azt mondja, hogy a film vagy a regény az nagyon rossz, viszont ugye a film az meg nagyon jó, legalábbis nagyon tetszett. Nem tudom, hogy te magát a regényt is ismered-e. Én olvastam, ugye ez Jeff Vandermeernek a Magyarul Expedíció címe megjelent könyve, és ennek ugye a Expedíció a címe a filmnek is magyarul. Én azt mondanám, hogy a filmnek nagy előnye volt, hogy vizuálisan meg tudta teremteni azt az idegenséget, amit a Vandermeer megpróbált leírni. És ez az idegenség, meg ez a furcsaság volt, ami annyira nem azt mondom, hogy nem jött át a regényből, de hogy azért én nem tartom azt, hogy rossz könyvnek, de hogy nekem sem tartozik a kedvenceim közé, én is azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat más hangsúlyjal kellett volna megírni. Viszont a film meg tudta ezt ugrani, ráadásul ugye be tudott rakni sokkal jobban fókuszálva egy főszereplőt, Natalie Portmant, az ő személyes drámáját jobban tudta alkalmazni, jobban kiemelte, míg a regényben annyira nem hangsúlyos az ő drámája, meg az ő kapcsolata ugye a férjével, aki elindul, aki bemegy ebbe az idegen helyre, addig a regény ezt meg, vagy a film ezt kiemelte. Tehát, hogy itt is arról van szó, hogy eltolja, kicsit eltolta a hangsúlyokat az Alex Garland, a rendező, és már is egy más filmet kapunk, egy más történetet kapunk. Igen, és a medvétől azóta is rémálmaim vannak. Na, beszéljünk még mindig egy kicsit az adaptációkról, utolsó előtti kérdés. Szerinted, ezt így nem lehet igazából eldönteni, de így teszem fel a kérdést, hogy adaptáció esetén melyik a jobb választás, most maradjunk bár vegyük bele a színházat is, tehát melyik a jobb adaptálás? A film, vagy filmsorozat, tehát amikor ugye több filmet csinálnak, mondjuk egy Gyűrűk Ura, vagy egy Harry Potter nyilván, a rendes sorozat, vagy mondjuk egy színházi darab, mint mondjuk a J.K. Rowling elátkozott gyermek esetében ugye a színházi darabként adaptálták. Szerinted melyik a jobb, vagy egyáltalán kell-e különbséget tennünk? Hát szerintem nem lehet különbséget tenni, mármint, hogy mondjam, ez három teljesen különböző, hát mondjuk úgy, hogy médium. A film egy limitált másfél és három óra közötti, vannak most már három órás filmek, közötti időintervallum, míg mondjuk egy sorozat, az ugye 11-es állomás az 10 részes, de elkészülhet 2 év alatt, 3 év alatt, stb. És ahogy beszéltünk róla, nagyon sokféle adaptáció van, tehát lehet olyan adaptáció, ami csak kiinduló pontnak tekinti az alapművet, még lehet olyan, ami igyekszik azt feldolgozni. Nyilván, ha van egy... Nyilván egy sorozat annyiból könnyebb, hogy több idő van építkezni. Több idő van minden egyes jelenetet átemelni, vagy plusz jelenetet beleírni, vagy magyarázni, vagy olyan dolgokat betoldani, amik nincsenek benne a könyvben, de segítenek a megértésben. Egy filmnél azért szűkebb az intervallum, ez például a Dűnénél amúgy nagyon jól látszik, hogy ott
látszik, hogy ez hiába 2,5 órás, abból azért leforgattak nagyon sok olyan dolgot, amit aztán ki kellett vágni, mert egyszerűen nem fért bele a játékidőbe, meg magának a filmnek az ívébe. Nyilván egy színdarab is teljesen más. Ugye azt hiszem egyébként a Harry Potternek ezt a Cursed Child, én ezt nem olvastam, de hogy azt hiszem ezt eleve a Rowling színdarabnak írta, tehát az egészen más, de mondjuk van a Hitchhiker's Guide to the Galaxy, a Galaxis Gigalos toposoknak, ami egy nagyon érdekes adaptációs utat jár be. Ugye ez először volt rádiójáték, szóval Douglas Adams rádiójátéknak írta, abból megírta a könyvet, abból aztán készült egy BBC sorozat, aztán ugye készült 2005-ben készült belőle egy film a Martin Freeman-nel, és egyébként a Galaxis Gigalosnak már nagyon régóta van színpadi változata is. Tehát, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy egy adott történetet nagyon sokféleképpen el lehet mondani. El lehet mondani csak párbeszédekben, mint a színház, vagy nem tudom. El lehet mondani képekkel, el lehet mondani narrációban, el lehet mondani úgy, hogy ugye a könyvnek az az előnye, hogy nagyon sokat bíz az olvasó fantáziájára. Hiába írja le mondjuk egy könyv, hogy utal rá, hogy mondjuk a szereplőnek szőke haja van. De az innentől kezdve teljesen rád van bízva, hogy te milyennek képzeled el, hosszú hajú, rövid hajú, milyen szőke, világos szőke, platina szőke. Tehát, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy az olvasó maga hogy gondol, hogy képzeli el. És ezért szoktak egyébként lenni ilyen adaptációs problémái az embereknek, hogy hát én egyáltalán nem így képzeltem, ugyanis azt mondtam, hogy Arthurt a 15-es állomásban nem ilyennek képzeltem el. Mirandát se egyébként, és nem azért, mert fekete lett a színésznő, hanem azért, mert a sorozatban Miranda valahogy már az első perctől kezdve sokkal magabiztosabb. Ugye a könyv nagyon sokat beszél arról, hogy Miranda mindig az elején így rohan mindenki után, mert nem tudja utolérni ezt a nagyvárosi világot, nem tudja utolérni azt a fajta életmódot, amit folytat itt mindenki, és amikor Arthurral, itt most spoiler ugye elválnak, utána veszi föl ezt a tempót. Még mondjuk a sorozatban Miranda alakja már az elejétől kezdve egy viszonylag magabiztos karakter. Tehát, hogy ilyen szempontból nem tudnám neked megmondani, hogy melyik a jobb választás. Sorozat persze tényleg azért jobb, mert több időnk van, de nagyon könnyen belefúlhat abba, hogy üres járatok lesznek sorozatban. Ugye például most volt az Asimovnak az alapítvány trilógiájából, az első kötetének az első történetéből egy sorozat, és ott valóban nagyon sokat dolgoztak át, és vannak benne nagyon jó részek, amiket behoztak, de mivel a történetük nem volt elég ahhoz, hogy kitöltsön, nem is tudom, talán 12 részt, vagy nem is tudom hány részes volt az első évad, ezért volt egy-két olyan rész, ahol leült a történet. Igen. Hát ugye én ehhez nem tudok hozzászólni, mert sajnos az alapítvány szégyenszemre bevallom, de nem olvastam. Maga a sorozatot azt láttam, nyilván nekem tetszett, de ugye én meg nem olvastam a könyvet. Na beszéljünk arról, hogy adaptáció esetén ugye a regényt is újra kiszokták adni, általában ugye a filmes borítóval, és akkor most ugye nálam az eredeti kiadás leledzik, úgy van nálad pedig a filmes borítós, megmutatjuk a nézőknek. Nyilván ugye erről már beszéltünk, hogy ilyenkor azért általában újra emelkedik az eladások száma, gondolom én. Azért ezt válogatja, nyilván függ attól, hogy mekkorát szól az adott könyv, nyilván szól arról, vagy az adott film vagy sorozat, hol látható, ugye nagyon sok, például sorozatból mostanában nagyon sok streaming platform indul, és ezeknek nem mindegyik élhető el magyarul, nyilván akkor a magyar nézők kevésbé jutnak hozzá, vagy kevesebben nézik meg. Tehát ez változó azért, nem automatikusan fordulnak felé. Ennél a regénynél érezhető esetleg már egy emelkedés? Láttok ebből valamit? Hát nagyon kevés, ugye még nagyon, abból a szempontból kevés, hogy tehát ugye maga a sorozat magyarul a március elején debütált, amikor beindult az HBO Max Magyarországon, és nem, egy ilyen rövid idő alatt nem lehet felmérni még, igen. Hogy mennyi. Tehát, hogy én igen, is gondoltam. Azt nézem a sorozatot. Igen, mert ugye még annyira az elején vagyunk. Nyilván olyanok is vannak,
pont persze, akik az adaptáció hatására olvassák el a művet, ez mondjuk pont nem én vagyok, mert én meg általában az a fajta vagyok, aki, hogyha megnézi a filmet, akkor utána valahogy már nem tudom elolvasni a könyvet, kivétel egy-két esetben. Te mit gondolsz, megszerettetheti-e a filmes adaptáció a regényt, vagy akár magát az olvasást az emberekkel? Hát aki nem nagyon olvas könyvet, az ezután sem fog. Mármint, hogy... Nyilván! Nyilván, de mondjuk annyi előnye, fel... annyi előnye van, hogy van egy vonatkozási pont, hogyha valaki, most mondok egy nagyon banális példát, anyuka akar venni egy könyvet a lányának. Tudja, hogy a lányának tetszett a, nem tudom én, maradjunk a Dűnénél, nagyon tetszett a Dűne. Akkor bemegy a boltba, és szembe jön vele a filmborító. Tudja, hogy ez az a film, amit nagyon szeretett a lányom szeret olvasni, ezt leveszem, odaadom neki. Vannak nagyon sokan, akik olvasnak, de keveset, tehát tudom én, 5-10 könyvet egy évben. Nagyon megválogatják, hogy mit olvasnak, és annyiból talán a film meg a sorozat kicsit segít ebben, hogy kicsit jobban tudja orientálni. Azt nem tudnám mondani, hogy az olvasás szeretete, vagy az olvasás népszerűsítésében ezek komoly szerepet játszanának. A klasszikus példára azt szokták mondani, hogy ott van a Trónok harca, elkészült belőle a sorozat, mindenki megvette a könyvet? De nem mindenki vett utána más fantasyt, vagy más könyvet, mert csak arra voltak kíváncsiak, hogy miből készült az a sorozat. Értem. Találkoztál-e már olyan elvetemült könyvgyűjtővel, aki ugye ilyen újrakiadás esetben képes duplán megvenni a regényt, tehát ugye megveszi az eredetit, vagy megvette az eredetit, és utána megveszi a filmes borítóst? Vannak ilyenek, persze. Persze. Vannak. Hát, van, aki könyveket gyűjt, tehát ugye ez is egy gyűjtőszenvedély. Igen, ugye én is, már most nem nagyon látszik, azt hiszem, annyira hátam mögött, de most pont nem, de hát én is tele vagyok így könyvekkel, habár én mondjuk ilyeneket nem szoktam csinálni, de régi sci-fi-knél első kiadásokra azért vadászok. No, hát akkor ennyi fért bele a mai adásunkba. Összefoglaltuk ugye a 11-es állomás című művet, és beszéltünk a sorozatról. A következő szubzsáner adás az május 2-án fog debütálni, és ugye hát májusról, illetve május elejéről, pontosabban május 4-éről mindenki tudja, hogy az a nemzetközi Star Wars nap, úgyhogy arról fogunk beszélgetni a majd az akkori meghívott vendégünkkel, aki még egyelőre titkos, hogy egyáltalán sci-fi-e a Star Wars. Nos, akkor neked, Gábor, köszönöm szépen a részvételt, és hát ugye itt beszéltünk a Dűnéről, majd kérlek számíts arra, hogyha a Dűnének a következő része a mozikban megjelenik, akkor újra meg foglak interjúvolni, akkor pedig majd a Dűne témában. Addig is köszönöm, hogy velem tartottál. Szia, Gábor! Köszönöm én is a meghívást. Szia, Claudia! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.